Oh ma douce souffrance, pourquoi s'acharner, tu recommences. Je ne suis qu'un être sans importance, sans lui je suis un peu paro. Je déambule seul dans le métro, une dernière danse pour oublier ma peine immense. Je veux m'enfuir, que tout recommence. Fogadtak újra a Tisza parton. Mondtad itt szintén csak félig viccesen, hogy jól mondták, hogy jó, megjött a színfolt, meg tényleg az élet, hoztál egy kis életet. Ja, ja. Szeretek itthon lenni. Nagyon sok a barát, akik hiányoztak. Csak hiányzik az Andró meg a Milan, az rossz, de egész nap el vagyok foglalva, az a jó. Na oké, a parton kívül jól fogadtak, de mi a helyzet a vízen? A konkurencia. Azt mondtad, hogy nagyon nem látjátok egymást, mint hogyha mindenki titkolná, hogy mire készül, vagy mit tud ebben a szezonban? Érdekes mostanában, mert régen sokkal jobb volt, mert mindenki egy csapatban volt, és akkor mindenki kb. Tudott, hogy hol a helye. Most egy kicsit más is az van, hogy mindenki külön akar edzeni, én nem vagyok az a fajta. Kimersz mondani egy olyan tervet, célt, amivel azt mondod, hogy elégedett leszel ebben a szezonban? Többiek óvatosak és ezt mondogatják, hogy hát kerüljek be a válogatottba, újra kerüljek oda, és akkor ez egyfajta teszt év, majd jövőre. Te nálad is van majd jövőre, vagy már most van? Igen. Nem tudom, én sem szeretnék meccsbe lenni, inkább azt mondom. Tehát ott lenni a harcba, nem az, hogy úgy elvernek, hogy azt tudom, hol vagyok, hanem hogy tudod ott lenni. Legalábbis 200-an remélem meg tudom szorítani a Dórit. Nem tudom, hogy elindulok-e 501-es, vagy még mindig 500 párosba maradok. Egyébként válogatóról még nem tudom. Nem tudok tényleg így se nyilatkozni, mert nem is terveztük, hogy pontosan mi legyen, de az biztos, hogy 201-es, és attól függ a program miatt, és hogy jó lesz-e a páros, akkor eldöntöm, hogy vagy 1-es, vagy 501-es, vagy 500 páros. De hát én sem tudom mondani, hogy biztos, persze, hogy ez attól függ a többiek, ugye, hogy állnak, mert én szerintem jó formában vagyok, de hogyha valaki sokkal jobban edzett, vagy jobb formában van, akkor elver. Nem mondhatom, hogy megverem. Persze. Nem vagyok olyan formában, mint 2004-ben. Hát mondtam is a Katalinnak, minket kiver meg senki, hát csak hogyha beborulunk. Hát de tényleg olyan formában voltunk, hogy megmertem ilyet mondani. És ha már olimpia, ez a visszatérés felkészülés, ez már a tokiói projekt része? Azt viszont már ki lehet mondani, hogy itt nem erre az évre, vagy egy évre, vagy két évre tervezel, hanem egy újabb olimpiai típus. Hát igen, inkább az, hogy 6. olimpia legyen meg.
szeretnék ott lenni. Meg ugye érmet elhozni onnan legalább. De jó lenne egy arany. De ez olyan messze van még, hogy még nem tudom, mi lesz velem. Annyi víz fog még lefolyni a Tiszán. Meg Dunán, Pesten. De akkor jó már a múlt. Ezt már a fejedben. Azt hát már... a raktad, elzártad? Igen. Úgyhogy... jó volt egyébként, hogy legalább ott voltam, de egy kicsit... igen, ilyen keserű az íze. A felkészülésed egyébként nagyon más? Hát itt szóba kerültek mindenféle tudományos dolgok, tehát teljesen másképp készül most Dusev Janis Natasa, mint két évvel ezelőtt? Tudatosabban, más inkább az, hogy kiegyensúlyozottabb vagyok, nem várom el magamtól többet, mint amennyit tudok. És odaállok, és szeretnék élvezni minden pillanatot. Én szeretek versenyezni, és ez utolsó években, tudod, a Rio előtti időszak, meg az előtt, az arra nem mondhatom. Ugye sok fájdalom, ez az amaz, vissza nem megy, mit tudom én, ez ilyen harc volt. És most, ahogy pihentem egy évet, vissza, teljesen egészséges, most egy kicsit úgy, nem kicsit, sokkal jobban érzem magam. Jó időket megyek, Szolnokon is meg voltam elégedve, meg itt is, úgyhogy nagyon várom a versenyzést. Nem az van, mint régen, hogy úristen, itt a verseny is, így meg nem vagyok kész, hanem úgy szabadabban fogok odállni, nem stresszelek.